Idestova 40 esztendeje, hogy elindult a Videóton labdarúgó együttesének legendás menetelése az UEFA kupában. A piroskékek számára felejthetetlen sikereket hozott a sorozat, hiszen sorrendben a csehszlovák Dukla Prága, a francia Paris Saint-Germain, a jugoszláv Partizán Belgrád, az angol Manchester United, a jugoszláv Zseljeznicsár Szarajevo együtteseit kiejtve jutottak el az UEFA kupa döntőjéig, ahol ugyan a spanyol Real Madriddal szemben alul maradtak, de így is soha nem látott sikert értek el, amellyel örökre beírták magukat a honi futball történelmébe. 4 évtized után pénteken este kicsit megőszülve, de egy ugyanolyan mentalitással találkozhattunk velük, mint a sikerek idején. Együtt emlékeztek mindarra, ami mára legendává nem esült. És voltál, mert együtt lőttünk fel. A találkozón Csongrádi Ferenc csapatkapitányként köszönetet mondott a sorsnak és minden csapattársának, hogy hittek magukban, hittek mesterüknek és tettek is érte. Ezt a csodálatos időszakot, amit átéltünk a szurkolókkal együtt, azt gondolom, hogy ezt meg kell ünnepelni, nem kell tovább menni most. És visszaemlékezni arra az időszakra, megállni egy pillanatra, ami olyan gyorsan elrepült ez a 40 év, és már az igazán aktuálissá vált, hogy üljünk le, álljunk meg, és emlékezzünk vissza azokra az időszakokra, szép pillanatokra, amit ezelőtt 40 évvel a szurkolókkal együtt átéltünk. A visszatekintők sorában Diszt László a védelem oszlopa is meghatottan tekintett vissza a sikersorozatra. A védőnek mindig azok a hatalmas pillanatok, mikor gólt lő, ami ritkán szokott előfordulni, tehát mindenféleképpen nekem az egy óriási élmény volt, mikor gólt lőttem a Zseljeznicsárnak, vagy mikor gólt pasztattam igaz a Józsinak ugyanúgy a Zseljeznicsár ellen. Tehát általában a védőtől megoldja a feladatát, az normális, az természetes. Észreveszik, hogyha hibázik a védő, ami az is előfordult itt a sorozat alatt is, hogy mi hibáztunk, de hál' Istennek több pozitív momentum volt, mint negatív. A találkozón az UEFA kupa hősei mellett természetesen megjelentek és együtt ünnepeltek az 1976-os bajnoki ezüstérmes együttes tagjai, a klub, a csapat sikeréért tevékenykedő egykori munkatársak, a családtagok és a törzsszurkolók is, és megidézték Kovács Feri bácsi, Mayer Lali, Horváth Gabi, Dr. Horváth Lajos és Molnár Feri bácsi emlékét is.